52 millió dollár, ekkora összeget sikerült kicsalnia Kevin Davidnek azoktól az emberektől, akik azt hitték, hogy meg fognak gazdagodni az Amazonnal. Tőlem sokan kérdezitek ezt, hogy mi a véleményem az Amazonon való árusításról, és azt gyanítom, hogy azért jön egyre több kérdés ezzel kapcsolatban, mert valószínűleg egyre több guru próbálja ezt nektek eladni, ugye magyar nyelven is. Mivel én nem fogyasztok magyar nyelvű tartalmat az interneten, ezért nem tudom, hogy most konkrétan vannak-e ilyen magyar emberek, akik ezeket a dolgokat árulják, ugye ezeket az Amazon kurzusokat, Amazon tanfolyamokat, hogy hogyan adjál el az Amazonon, és hasonlók. Én ugye külföldi tartalmat fogyasztok, tehát sok amerikai youtubert nézek. Én ezt az Amazonon való árusítást, vagy a dropshippinget, ugye ezt sokan így is ismeritek, én ezt 2015-ben, talán 2014-ben hallottam először, és 2015-ben próbáltam ki saját magam egy saját vállalkozás keretein belül. Szóval van tapasztalatom, és ez a tapasztalat 8 évvel ezelőtti. Tehát valamiért azt látom, hogy ugye az elmúlt évek során ez egyre népszerűbb lett, és egyre több nyelven, egyre több országban megjelennek ezek a fake guruk, próbálnak ilyen jellegű tanfolyamokat, kurzusokat árusítani. És az egyik ilyen fake guru, akit nemrég felelősségre vontak egy amerikai illető, az a neve, hogy Kevin David, és ő az elmúlt évek során 52 millió dollárnak megfelelő összeget csalt ki emberektől, és azért került felelősségre vonás alá ez az illető, mert hazudott a hirdetésében arról, hogy mennyi pénzt lehet ezekkel a programokkal keresni. Miről is van szó? Ezek a fake guruk összeállítanak különböző programokat, online termékeket, tanfolyamokat, videó vagy hanganyagokkal, vagy e-bookokkal. Azt próbálják ugye megtanítani a vásárlónak, hogy hogyan tudnak az Amazonon egy sikeres vállalkozást építeni, ami az ő ígéretük szerint kiválthatja a fizetésüket, sőt nem csak az, hogy kiválthatod vele a fizetésedet, hanem milliómos, meg milliárdos lehet belőle. Kevin David esetében pontosan ez volt a probléma, hogy ő hamis ígéreteket tett, olyan ígéreteket tett, hogy 50, sőt 100 ezer dolláros havi bevételt generálhatnak ezzel a vállalkozással a vásárlók, meg hogy a részvénypiachoz képest így 10-szer annyi pénzt fognak keresni. Tehát ez volt a probléma, hogy ilyen hamis számokat, hamis elvárásokat támasztottak a programmal szemben, és pontosan ez lett a veszte ennek az illetőnek, ugyanis ez az amerikai törvények szerint, ugye nyilván ez egy amerikai illető, az amerikai törvények szerint ez hamis hirdetésnek minősül, és azok az emberek, akik megvásárolták ezeket a programokat, nemhogy nem kerestek vele 50 meg 100 ezer dollárt havonta, elbukták azt a pénzt, amit ugye kifizettek a tanfolyamra, és azon kívül nem kerestek ezzel semmit. És én miért csinálok erről a videót? Mert azt látom, hogy nagyon sok ember, aki naív, aki nem fogyaszt mondjuk külföldi tartalmat, aki nincs igazán tisztában azzal, hogy ez egy újabb ilyen átverés, gyakorlatilag az MLM átverésekhez tudnám hasonlítani. Ezek a fake guruk, ezek az Amazon guruk, ez az új MLM átverés kategória legalábbis számomra. Ugye ezt csinálják, hogy összeraknak ilyen programokat, eladják több ezer dollárért, vagy több százezer forintért, és az emberek egyszerűen nem fognak vele eredményt elérni. Miért nem érnek el ezzel eredményt az emberek? Szerintem ennek a legnagyobb oka az, hogy az emberek ma már nem hülyék. Tehát, amikor arról van szó, és ezek az Amazon guruk ezt tanítják, találj egy terméket Kínában, azt a terméket küld Amerikába az Amazon raktárba, vagy ugye attól függően, hogy melyik országban vagy, lehet, hogy európai, tehát az Amazonnak ugye van több raktára a világ különböző területein, és abból a raktárból fogják kiküldeni közvetlenül a vásárlónak ezt a terméket. Tehát ők ezt tanítják, megveszed Kínában olcsón, megveszel mondjuk 1000 darab tollat Kínában, elküldöd az Amazonnak a raktárába, és hogyha egy vásárló megveszi ezt a tollat az Amazon oldalon keresztül, akkor az Amazon raktárból közvetlenül a vásárlónak fogják ezt küldeni ugye pár napon belül. Ez volna ugye a business model. Viszont ma már
annyira, hát legalábbis én próbálom azt elhinni, hogy ma már annyira intelligensek az emberek, hogy tudják, hogy ez így működik, és nem fognak valamit megvenni, mondjuk az Amazonról, amit meg tudna venni mondjuk közvetlenül Kínából. Mert hogyha például egy ilyen tollról van szó, felmész az Alibabára, vagy az AliExpressre, ugyanazt a tollat, amit Amazonon megveszel mondjuk 5 dollárért, ugyanazt a tollat, 1 dollárért ingyenes postaköltséggel meg tudod vásárolni Kínában. Ma már ezért nem működnek ezek az amazonos, meg dropshipping bizniszmodell, mert az emberek nem hülyék, és az emberek rájöttek arra, hogy miért venném meg egy harmadik félen keresztül, amikor mehetek közvetlenül ahhoz, aki ezt a terméket árulja. Nyilvánvalóan az Amazonon rengetegen vásárolnak, tehát nem azt mondom, hogy az Amazonról senki nem vásárol, mert mindenki olyan okos, hogy közvetlenül Kínából rendeljen meg valamit. Amazonon azok lesznek sikeresek, akik valamilyen egyedi terméket árulnak, tehát hiába veszi meg valaki mondjuk Kínából ezt a tollat, hogyha arra a tollra rá van írva valami, vagy annak a tollnak olyan formája, vagy színe, vagy akármilyen van, ami egyedi, ami annak a brandnek, annak a márkának reprezentációja, akkor fogják ezt megvenni. Tehát ahhoz, hogy sikeres legyél az Amazonon, vagy egy dropshipping bizniszben, vagy hogyha saját terméket szeretnél árulni, ahhoz egy brandet, márkát kell építened. Szerintem ez az, amit sokan nem vesznek figyelembe, és ezért van az, hogy nem lesznek sikeresek ebben az Amazon dropshipping bizniszben, mert az emberek meg tudják ugyanazt a terméket venni máshonnan sokkal olcsóbban. Kevin esetében a legdrágább program, amit ő árult, az 100 000 dollár volt, tehát ugye mostani árfolyamhoz képest az gondolom ilyen 30-35 millió forint lehet, és ezért a 100 000 dollárért cserébe ő megcsinálta A-tól Z-ig az Amazon üzletedet, és azt ígérte, hogy ilyen éves szinten ilyen 2 millió dollár bevételed jöhet. Viszont hogyha belegondolsz, hogyha ő tényleg képes volna arra, hogy csináljon olyan üzleteket az Amazonon, ami éves szinten 2 millió dollárt hoz, akkor miért nem csinál saját magának 15-öt, és akkor nem kéne tanfolyamokat árulnia. Na most mondhatjuk azt, meg általában az ilyen internetes gurukkal kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy azért árulja, mert segíteni akar másoknak, és ez remek, tehát hogyha például van egy olyan terméked, ami valóban segíteni fog embereknek, és jobbá tehetik a saját életüket, akkor árulj ilyen online tanfolyamokat, vagy termékeket, viszont neked tudnod kell azt, amit te árulsz, az valóban hasznos lesz annak az illetőnek, aki ezt megveszi, és nem támaszthatsz hamis elvárásokat a termékeddel szemben, nem mondhatod azt, hogy vedd meg ezt a tanfolyamot, és akkor havi 100 000 dollárt fogsz keresni, hogyha ezt megcsinálod. Tehát ez a probléma ezzel, ez a hamis elvárás, amiket támasztanak ezek a fake guruk online. Ez volt az egyik program, amit árult, a másik program, amit árult, az 40 000 dollárba került, és ott éves szinten 670 000 dolláros bevételt ígért. Tehát ez a probléma, ezek a hamis ígéretek, ami az embereknek nem jött be, és pontosan ezért lett beperelve ez az illető, mert az emberek kifizettek 40 meg 100 000 dollárokat, gyakorlatilag elbukták az egészet, mert nem lett profitáló az a vállalkozás, amit ez az illető épített nekik. Az egyik illető, aki kifizette ezt a 100 000 dollárt, ő 2 évig üzemeltette ezt a vállalkozást, ami ugye Amazon meg volt neki csinálva 100 000 dollárért, 2 éven át nem tudott belőle profitálni. Tehát gyakorlatilag elbukta azt a 100 000 dollárt, és 2 évet az életéből, hogy ezzel egyáltalán foglalkozott. Bennem az a kérdés is felmerül, hogyha valaki tényleg az Amazonon keres pénzt, és ilyen milliókról beszélünk, akkor miért árulja el a titkait másoknak? Az Amazonon belül rengeteg lehet a konkurencia. Tehát számomra nincs értelme annak, hogy valaki az Amazonon sikeres, millió meg milliárd dollárokat keres, és aztán ezt tanítja másoknak, hogy hogyan keressenek ők is. De most erre mondhatjuk azt, hogy ó, de hát biztos csak azt akarja, hogy másoknak is sok pénzük legyen. Jó, nyilvánvalóan, de az emberek többsége nem ennyire önzetlen, tehát valószínűleg azt is akarja, abból a pénzből gazdagodjon meg, amit mások fizetnek neki ezért a tanfolyamért cserébe. Azt nem tudjuk, hogy ő mennyire sikeres jelenleg az ő webshopjában, mert lehet, hogy azok a screenshotok, azok a képernyőfotók, amiket megoszt, lehet, hogy évekkel ezelőttről valók. Tehát, hogyha 2015-ben kezdtél az Amazonon árusítani, akkor nyilvánvalóan sokkal sikeresebb voltál,
mint 2022-ben, sőt 2023-ban megyünk. Ha már nagyon nehéz az Amazonon kitörni, valami olyasmit alkotni, valami olyat árulni, amit rengeteg ember meg fog venni, mert már mindenki az Amazonon próbál árulni, azaz összeg ma már elosszódik a sok-sok árusító között, tehát ma már nem tud egy ember annyi pénzt keresni, mint évekkel ezelőtt, erre akarok kiukadni. Szerintem a legtöbb ember ezt saját magától meg tudja oldani, megcsinálsz egy Amazon vállalkozást, nyitsz egy profilt, hogy árusítani szeretnél valamit, megkeresed azt a terméket, amit szeretnél árusítani, tehát igazából nem kell hozzá túl sok ész, tehát nem is értem, hogy az emberek miért fizetnek több ezer dollárt azért, hogy valaki elmondja nekik azt, hogy nyiss egy Amazon fiókot, és kezdjél valamit árusítani, tehát nem értem, hogy ehhez miért kell több ezer dollár kifizetni. Én itt nektek elmondom teljesen ingyen, hogy hogyan kell egy Amazon shopot csinálni. Nyitsz egy fiókot, felmész az Alibabára, felveszed a kapcsolatot egy gyárral. Nyilvánvalóan attól is függ, hogy milyen terméket szeretnél árulni, hogyha nem foglalkozol azzal, hogy mennyire szeretnél etikus lenni, vagy fenntartható, stb., akkor csak mész Kínába és onnan megveszel bármit, és ezt a terméket berakod az Amazon webshopodba, megkéred néhány barátodat, családodat, ismerősödet, hogy vásároljanak tőled, és hagyjanak 5 csillagos értékelést, és mivel ugye minél jobbak az értékeléseid, annál magasabbra fogsz kerülni a listában, amikor valaki rákeres arra a termékre, gyakorlatilag ennyi. Fel tudsz állítani különböző Facebook vagy Instagram hirdetéseket erre a termékre, csinálni Instagram oldalt, ahol ezt a terméket reklámozod, Facebook oldalt, ahol reklámozod a terméket, csoportokba beteszed, stb. Tehát gyakorlatilag ezt árulják ezek a Facebook-ruk több ezer dollárért, tessék, ingyen megkaptad. Úgyhogy ez a videó szolgáljon egy figyelmeztetésként azoknak, akik szeretnének, vagy gondolkoztak azon, hogy vásároljanak egy ilyen programot. Nemrég kiderült egy amerikai illetőről, hogy ő ezzel mennyi embert átvert, ez egy átverés, és szerintem nem kifejezetten a programmal van a hiba, tehát valószínűleg én nem vettem meg nyilván ezt a programot, tehát nem tudok kifejezetten a programról beszélni, hogy ez a program mennyire megy bele a dolgokba, mennyire részletes, mennyire hasznos, mennyire segít annak az embernek, aki ezt megvásárolja és szeretne egy Amazon oldalt létrehozni. A probléma ebben az esetben a hamis ígéretekkel volt, tehát hogyha te a tudattal vásárolsz meg egy ilyen programot, hogy lehet, hogy el fogod bukni az összes pénzedet, akkor legalább legyél azzal tisztában, hogy vagy elbukok mindent, vagy sikeres leszek. Azt hazudni embereknek, hogyha megveszed ezt a programot, akkor garantált, hogy ennyi meg ennyi összeget fogsz keresni, az a probléma, és ugye ebben rengeteg ember hisz, rengeteg ember naív. Ugye sok ember nem igazán van azzal tisztában, hogy ez egy átverés online, és gondolkoztál azon, hogy megvásárolj egy ilyen programot, akkor legalább elgondolkozol rajta. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy minden befektetésben van rizikó, tehát az teljesen természetes, meg el kéne fogadnunk azt, hogy ha befekteted a pénzt, az részvény, vagy valamilyen üzleti lehetőség, vagy kriptó, vagy tanfolyam, ott megvan annak a lehetősége, hogy elbukod azt a pénzt, amit befektettél, tehát ezzel tisztában kell lenni, hogyha te ezzel tisztában vagy, és elfogadod, és ennek ellenére is meg akarsz venni egy ilyen programot, akkor menj és vásárold meg. Szeretném, hogyha megírnátok a véleményeteket, hogyha vásároltál ilyen jellegű programot, mi volt a tapasztalatod, valóban sikeres lettél vele, vagy úgy érzed, hogy elbuktad az összes pénzedet. Még azt hozzátenném, hogy nyilvánvalóan egy ilyen programnál, hogyha valaki megveszi ezt a programot, és végigcsinálja azokat a lépéseket, amit ebben a programban tanul, és annak ellenére sem lesz sikeres, még mindig ott van az a faktor, hogy mennyire sok időt szánt erre, vagy mennyire vette ezt komolyan. Nem várhatjuk el azt, hogy megveszünk egy programot, csinálunk valami, és aztán majd sikeresek leszünk. Tehát ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amikor megveszel egy online programot, mondjuk diétára vagy edzésre. Hogyha megveszed ezt a programot, küldik neked a videókat, hogyan edzél, elküldik, hogy mit tegyél egy nap, stb. De hogyha te nem eszel úgy egy nap, és nem edzel úgy egy nap, ahogy az a programban le van írva, akkor nyilvánvalóan a célod, hogy mondjuk lefogyjál x kilót, az nem fog megvalósulni, nem csináltad végig a programot. Ez is lehet a probléma az ilyen online Amazon programokkal, hogy az emberek egyszerűen nem csinálják végig, vagy nem csinálják jól végig, vagy nem igazán fektetnek bele megfelelő mennyiségű energiát és időt. Gyakorlatilag bármilyen vállalkozásnál ez így van.
hogy lesznek, akik ugyanazt a terméket árulják, az egyik sikeres lesz, a másik nem. Tehát sok függ attól, hogy mi van a fejedben, milyen gondolkodásod van. Köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, és írjátok meg a kommentben a véleményeteket, ott találkozunk valamit, hogyha szeretnél tőlem több videót látni, mert ugye ide a YouTube-ra ma már elég ritkán töltök fel videót, azért, mert az időm nagy részét azzal töltöm, hogy az MBM Lux tagságban készítek nektek videókat, ez nem valami emelem, nem valami kamu tanfolyam. Ennek az oka, hogy szerettem volna egy online közösséget létrehozni, ahol azok az emberek vannak, akik hasonló gondolkodásúak, mint én, ahol egy támogató közösség tagja vagy, és ahol az emberek többsége pozitív, és olyan beszélgetések zajlanak köztünk, ami hasznos és építő jellegű. Valamint a saját weboldalamra töltöm fel a videóimat, havonta 3-5 exkluzív videó láthatói, mindössze 9 dollárba kerül a havonta, tehát ha belegondolsz, hogyha van egy edzőterem tagságod, bármilyen tagságod, ott ennél sokkal többet fizetsz, és ez egy olyan közösség, ahol rengeteg ember talált barátokat, vagy a vállalkozását tudják itt reklámozni, mindenhonap ásején reklámozhatják az emberek, ugye itt találtak új klienseket, vagy el tudtak adni bizonyos termékeket. Nyilvánvalóan ez a csoport nem arról szól, hogy mindenki el akar adni valamit mindenkinek, havonta csak egyetlen egy ilyen nap van, amikor ezt engedélyezzük, és annyira jó számomra látni azt, hogy mennyire kreatívak vagytok, és tényleg látni azt, hogy azon kívül, hogy megpróbálunk az Amazonon eladni valamit, találunk Kínában, aztán megpróbáljuk azt eladni Amazonon, azon kívül rengeteg más egyedi és kreatív vállalkozást lehetne csinálni. Ha valakinek tényleg erre van igénye, és szeretne valami egyedit alkotni, akkor tényleg a mi közösségünkben látom azt, hogy ez lehetséges. Úgyhogy, ha szeretnél ehhez a közösséghez tartozni, valamint exkluzív videókat látni tőlem, akkor a lenti linken fel tudsz iratkozni, ez egy havi előfizetés, és akkor ott találkozunk. Akartam mondani itt a videó végén, hogy végül is mi történt ezzel az illetővel, akit felelősségre vontok Amerikában. 52 millió dollár összeget csalt ki az emberektől, és mivel nincs 52 millió dollárja, csak 2,6 millió dollár áll rendelkezésére, ezért ennyit fog visszafizetni azoknak az embereknek, akitől kicsalta a pénzt. Kiderül róla az, hogy valahol rejtegeti a pénzét, akkor rá fogják kényszeríteni arra, hogy mindaz 52 millió dollárt visszafizesse, tehát elég nagy bajban van ez az illető. És szerintem ezt azért is csinálták így, azért adtak neki ekkora büntetést, hogy ezzel figyelmeztessék a többi ilyen fake gurút, hogy ne áruljanak ilyen termékeket online, ilyen tanfolyamokat, és hogyha árulnak is, akkor ne tegyenek ilyen hamis ígéreteket, mert ezt nem tudod garantálni. Tehát amikor valamit el akarsz adni online, nem tudod valakinek garantálni azt, hogy mennyi pénzt fog ezzel keresni, hogyha egy ilyen programról van szó.